Feltöltés webtárhelyre. Ehhez a FileZilla programot használom. Indító ikonra kattintok. Följön az ablak, első teendőm a bal felső sarokban a kedvenc helyek megnyitására kattintani. Új állomást létesítek, új állomásnak nevet adok. Praktikusan a honlap nevét, ami jelen esetben Dr. Bognár János FBHU. Utána kitöltem a jobb oldali adatokat, ahhoz asztalon lévő jegyzettömböt megnyitom, ezeket az adatokat a webtárhelyről kaptam, kijelölöm az elsőt, a hostot, másolás, visszamegyek a FileZilla-ra, beillesztés, ismét az adatokhoz, 21-es port, kijelölöm, másolás, visszajövök ide, a FileZilla ablakra, beillesztem, logon type-ot átalakítom normálra, vissza a megkapott adatokhoz, felhasználó név, Dr. Bognár János kötőjelekkel. Ezt kijelölöm, a felhasználó névre Anonymous van beírva, ezt kijelölöm és Delete gombbal törlöm, jobb gombbal kattintok, beillesztem a felhasználó nevet, a jelszót, magától egy csomót ide kirak, ezt törlöm, visszamegyek a adatokra, jelszó, karol tel ki, vissza másolás, vissza a FileZilla-ra, beillesztem, utána OK-t nyomok. Visszatérek kedvenc helyek megnyitására, kijelölöm a Dr. Bognár János FBHU-t, csatlakozás. És csodák csodája, megtörtént a csatlakozás. Hogy melyik webtárhelyen vagyok, itt a felső részen tudom meg, hogy Dr. Bognár János. Jobb oldalon van a webtárhelynek a mappái, bal oldalon pedig a saját gépemnek a mappái, fájlai, stb. Mindig a public HTML nevezetű mappába kell feltölteni a honlapot. Ezt megnyitni úgy tudom, hogy kettőt kattintok rá. Itt látszik is, amiket már én feltelepítettem, ezek itt vannak. Létesítettem egy tanulók nevezetű mappát is, amiben a tanulók lesznek majd. Az első, a tanonsztóni, az már megvan. Következő tanulónak, tehát itt minden tanulónak, minden egyes tanulónak lesz egy mappája. Ide az üres részre kattintok, könyvtárt hozok létre, mégpedig egy következő tanulónak, akit nevezzünk új tanulónak, amint látszik, soha nem használhatunk hosszú ékezetes betűket, szóközöket, és csak a kisbetűs angol ABC-t egybeírva szabad használni. Az új tanulónknak így létesítettünk a public HTML per tanulók mappában új tanuló mappát. Most az új tanuló mappába szándékozom majd feltölteni a kitöltött feladatlapot, és majd ezt megmutatni a honlapon is, hogy a tanuló láthassa, mi töltessen. Tudnom kell, hogy hol van a saját gépemen belül az ez a fájl, ami a feladatlapokat tartalmaz. Hát tudom, mert én készítettem, én is raktam el, mégpedig saját gomb, saját gép, D-partíción, Karolkának nincsen C-tal partíciója, ott is tudom, hogy a dokumentumok közé laktam, dokumentumokon belül a család, családon belül Karolka, Karolkán belül pedig a pluszra kattintok, megnyílik a német nyelviskolában lesz, német nyelviskolán belül pedig tanulók között és az új tanuló. Ebben van, és itt, ha ezt rákattintok, itt alul mutatja meg, hogy mik találhatók ebben a mappában.
ezt a mappát a túltanulónak a harmadik feladatának a javított feladatlapját kell feltöltenem az új tanulóhoz. Tehát ezt úgy csináltam, hogy voltak a tanulóink, létrehoztam az új tanulót, arra kettőt kattintok, látom, hogy ez üres, itt nincs semmi, még. De majd lesz több, akkor is amellé feltöltöm, úgy, hogy jobb gombbal ide kattintok, feltöltés. Pillanat alatt itt is van. És akkor erre a kívánt mappát feltöltöttem. Tehát hogy csináltam? Public HTM, illetve először ezt kapom meg, mikor bejelentkezem. Public HTML lapot megnyitom, ott megkeresem a tanulók mappát. A tanulók mappán, ha már megvan a új tanulónak a mappája, akkor oda fogom feltölteni. Ha még nincs a tanuló mappája, akkor jobb gombbal kattintok, könyvtárt hozok létre. Hát ezzel kész, vége.